Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brószázós videóban, amiben skin ötleteket fogunk megnézni Hornstrumtól. Bizony, ezt a csatornát már sokan ajánlottátok, egy animációs csatornáról van szó, és lehet, hogy meg fogjuk nézni neki majd a komolyabb animációit is, de most először gondoltam, mostanában már sok animációt néztünk, akkor nézzünk egy másféle tartalmat, ami egy kicsit ugyanúgy animációhoz fog kötődni, viszont skin ötleteket fogunk benne látni, és egy műsorként megcsinálva legalábbis, ahogy látom az első képkockát, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen skin ötletei vannak Hornstrumnak, vagy hogy esetleg ő más designerektől szedte ezt az ötletet, és belevitte egy ilyen animációba. A lényeg, kezdjük el! És itt is van a házigazda, aki nem más, mint Spike, üdvözli a nagy tömeget! Yay, az új skinek negyedik kiadásában, így van, visszafele fogunk egyébként majd haladni a részekkel, úgyhogy a legkifinomultabb részt láthatjuk most. Colt, Jesse és Brock a zsűritag, ők fogják értékelni a munkákat, és Poco versus Crow mérkőzést láthatunk majd. Poco be is mutatkozott, és itt van Crow is, róla se feledkezzünk el, hiszen ő egy legendary karakter. Vajon tud-e majd győzni a Poco ellen? És pont itt is van megjelent a legendary feladat, erre nem számítottam. Poco az csak rare, úgyhogy ki is röhögte így a Crow, hogy hogyan lehetne egyáltalán esélye Poco-nak, de szerintem simán lehet, hogyha nagyon jó skint látunk, akkor akár jobbra is díjazhatják. Ez nem rossz, ez nagyon nem rossz skin. Szerintem egyébként ezeket már lehet, hogy láttuk valahol, legalábbis hasonlót. Egy nyári skint láthatunk ugye Pokon, cápás gitárral, ami egész menő néz ki szerintem. Haha, nem nagyon tetszik nekik. Vagy mégis tetszett? 8 pont, és Jesse mennyit ad vajon? 9! Az egyáltalán nem rossz. Crow-nak nagyon fel kell hoznia, és valami nagyon jó öltözetet kell találnia, ha le akarja győzni. Hát, ez erősebb lenne? Szerintem nem. Crow love you. Egy ilyen dzsungeles skin. Hát, így van. Körülbelül ez lett volna nekem is a reakcióm. Egy ilyen 6-osra értékelném. Ahhoz képest, hogy kapod egy 8-ast, egy 8-as és egy 7-est. Összességében nem rossz, de a Poco vezet eddig. Nézzük, hogy a következő skin. Ó! Hát így van, ezek a Gedikoros skinek. Srácok. Nice. Hát, ez easy win. Ez easy win, ha engem kérdeztek. Hoppá, és le is esett az egyik ruhája. Az egyik kellék. Csőre. 10, 10, 9. Jesse, mi az, hogy 9? Ez egy 10-es. Na, Crow, tudsz valamit alkotni? Hát ez így... A szuperhős Crow. A Lightning Crow. És megmentette Jesse-t. Akkor Jesse lehet, hogy sok pontot fog adni. Ezek után. Ott is van a 10 pont. És 2 9-es. Hát szerintem ettől függetlenül még mindig a Poco áll ugye nyerésre. De nézzük a következő skint. Hoppá! Láthatatlan eltűnt. Valami történt vele. Micsoda epic transition. Ez baromi jó, srácok! Én nem számítottam arra, hogy ilyen jó lesz ez a videó. Nagyon jó. Ez király. Rendesen tesz hozzá egy csomó dolgot. 10 per 10 per 10. Gyerünk. Mi? Ja, félreértett. Azért. Na, hát. És még a hangeffektek is tök jók. Már az eredeti csőre is leesett. Tud vajon ezen valamit? Hát jobbra vinni. Tud szépíteni esetleg a Crow? Szegény elsírta magát, nem akar veszteni. Ha valami közös dolgot fognak összehozni? Nézzük. Aha, segíteni fog neki, hogy még epikebb legyen. Na jó, nagyon menő az animáció. Iszonyatosan tetszik. Ha! Jó sok feliratkozója lett. Ez király, hogy összehozta a kettőt. És ott is a 10-10-10. Ez király! Srácok, ez baromira tetszett.
Ez nagyon jó, nem számítottam az igazat megvalva ilyen jóra. Üdvözlök mindenkit, én Spike vagyok, és egy régebbi kiadását fogjuk megtekinteni most az új skinek harmadik részét fogjuk meglesni. A közönség ugyanúgy változatlan, ugyanazok a tagok, és szerintem a zsűri tagok is ugyanazok lesznek. Ott van Cole, Jesse és Brock, így van, ahogy a negyedik részben is volt, és Carl és Bibi fog egymás ellen harcolni, mondhatjuk ugye harcnak, ugyanis hát valami dílja lehet, hogy van ennek a versenynek, igaz nem láttuk. Bibi egy kicsit berágott Carlra, Carl meg hát szerintem fél Bibitől, így van, az nagyon baromi jól nézett ki egyébként. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Hogy megfélemlítette. Hú, ez nem is rossz ez a skin amúgy annyira. Meg tetszik az animáció, ami hozzájár. Én kevéske kis gemért simán venném ezt a skint. A zsűriknek annyira nem igazán tetszik, és a nézők is csak úgy néznek, hogy vötöfö, mi történt most, a Carl pedig örül ennek, hogy annyira nem tetszik nekik szerintem. Nézzük a pontszámot, 7, azt úgy, ja, 8-as és 10-es, mi? Hát én is olyan 7-es vagy 8-as mondtam volna inkább, Jesse egy kicsit túllőtte. Aha, megint megfélemlíti. És ez mivel fog járni vajon? Ismét ő jön? Mi van? Ismét Bibi jön. És egy téli skin. Jöjjön téli skin, jöjjön téli skin, please. Aha. Folyamatosan csak rombol a Bibi. Nagyon szemét, nagyon szemét. Ez lehet, hogy megint nem tetszik a közönségnek. A zsűri úgy mutatja az ujjával, hogy ja jó. 9, 10 és 7. Hát, nem adtam volna ennyit érte amúgy. Túl jó szívűek. Ó! És ő kimaradt egy körből. A Carl. Hát ez az eszel jobb. Szétadom. Szétadom ezt. Milyen jó már, kis mocis skin. Ez amúgy illene Bibihez. Simán beugorhatna mellé. Ott van, 10-10-10! Ennyi? Ennyi? A régebbi rész az ilyen rövid volt. És együtt el is mentek. Na, nem úgy, na olyan. És ismét üdvözlünk mindenkit egy régebbi kiadásában az új skineknek, méghozzá a második részben. Ugyanazok a tagok ismét, a nézők közt, és a zsűri tagok is változatlanok. Hát az képest akkor ezeket nem kellett újra kreálni, ugye ezeket a animációs jeleneteket, ha már egyszer megvolt. És Tara versus Róza mérkőzést láthatunk majd. Kiknek lesznek vajon a legjobb skinjei? Melyik tagnak? Vajon? Mert valószínűleg több skint is fogunk majd látni egy-egy karakterre ráruházva. Nézzük Rózát, kezdjünk vele! Aki... egy karatés, boxos? A ruha alapján karatét mondtam volna, de ez akkor ilyen valami thai boxszerűség lesz szerintem. Sima box. Mi lesz itt vajon? Leveri a növényt? Wow! Nice! Hát ez egy 7-es szerintem, nem? 8-as, 8-as, 10-es. Ja, oké. Ennyit nem adtam volna rá, egyébként nem rossz mondjuk ez a boxos skin. Hoppá, arra számítottak, hogy rusnya lesz. Ugye? Meglepődtek, hogy egészen szép arca van. Ahhoz képest, hogy el volt takarva. Egy kicsit olyan Shell is. És a baseball skin. Rózának tetszett? Hát amúgy ez egész jól lesz, igen. Adom én is. De hogy most baseballos, tudod így Bibi után? Hát Bibinek pont baseball ütője, úgyhogy egy kicsit zavaros lenne ez a skin. De akkoriban lehet, hogy még nem volt kint a Bibi. Sőt, tuti, 9-10-9, ez egész jó értékelés. De akkor már jaj, így inkább Bibire nézném. What? Ez ilyen dupla whiskyn. Valahogy megértem azokat az arcokat. Jóristenem, de kínos. Zsűri tag akarja. Hát a másik is akarja. Figyeljetek, ketten vannak, úgyhogy egyik a... Az egyik őt oké, a másik őt oké. Amúgy ugyanúgy néznek ki. Legalábbis egy arcra, meg szemre, minden. What?
Mikor Jessie-t választották, mi a fele? Jézusom! Kiderült az igazság, srácok, hogy... És akkor nézzük is a legrégebbi új skinek részt. Az első részt, amivel kezdődött ez az egész sorozat. Itt viszont mások a nézők. Szóval itt már látok azért változást, és nincsen zsűritag sem szerintem, hiszen először ugye csak a nézőközösséget mutatták, aztán pedig most, akik egymással nem fognak harcolni, méghozzá Nita és Leon lesz így a két résztvevője ennek a versenynek. Hoppá, Maci, hogy szétdorrantotta a kis Leon figurát. Ez teljesen más, és ezért is volt jó az, hogy megnéztük előtte az újabb részeket, hogy tudjunk mihez viszonyítani. Vagy fordítva is lehetett volna, de mindegy. Mi ezt a metódust választottuk. Kezdi a Leon, ami egy sárkányá változott. Hó. Ez nekem tetszik nagyon. Nem tudom, hogy a színek is alapból bejönnek. Na mi az? Oké, ez szerintem jót jelent. Approved. Itt még nem voltak ugye pontozások, csak szimplán az, hogy tetszette esetleg az embereknek. És ez szerintem a Shark Leon, de ez egy nagyon régi videó, ugye, és ugye most már van Shark Leon. Wow. Hoppá. A szamuráj. Nagyon jók az animációk. Ez nem rossz amúgy. Volt ott egy-két szerelmes szem is. Meg hogy nézett ki amúgy a Spike? Na képkockánál. Hoppá, eltűnt. Ez milyen skill lesz? Most néztem az utolsót. Ez a ninja. A ninja Leon. Jó, ez is vagány. Ez is nagyon vagány így. Na, Nita? Ó! Hogy még fight része is van. Az összeset bedobta. Ennyi? Na? És akkor jön Nita? 4-ből 4? Amúgy ez a pontozásos dolog az nekem jobban tetszett. Jó, hogy Nita csak egy skinnel fog jönni. Vajon melyik? Hogy esetleg a panda? Vagy unikorn is? Vagy varázsló? Esetleg doktor? Angyal? Vagy valami virágos cuszli lesz? Szerintem már láttuk, nem? Régebben valószínűleg. Olyan jön. Cica-mica! Ez jó! Ez tetszik. You're kidding me! Viccig. Ó! És hogy valahol ugye ott kell lennie a Macinak, csak... Milyen jelmez lesz rajta? Hát, nem minden olyan nagyon örült neki. Amúgy cuki. Na jó, ez jó volt. Amúgy szerintem az első rész és a negyedik rész volt a legjobb ezek közül. Aztán írjátok meg kommentben, hogy nektek amúgy melyik tetszett, srácok, a legjobban, illetve dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett nektek ez a videó, és iratkozzatok fel a csatornára, nem szeretnétek lemaradni a további tartalmakról, kommentben pedig írjátok meg, hogy meg szeretnétek még hasonlókat látni, legalábbis Hornstormtól, mert szerintem jó kis animációi vannak, kíváncsi vagyok a teljes értékű animációkra is, ugye ez egy teljesen más kaliberű kis sorozata, viszont baromi jók voltak, és tényleg, remélem, hogy a többi animációja is ilyen jellegű lesz, mert egészen tehetséges szerintem ebben. A leírásban csekkoljátok majd a csatornáját, oda le fogom tenni ugyanúgy, mint mindig. Következő videóban pedig majd találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!